Középpont. Minden hétköznap 10 órától 12 óráig itt a Hit Rádióban. És itt a Hit Rádióban, a Középpontban nagy szeretettel köszöntöm dr. Háda Bélát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És a következő percekben Észak-Koreáról fogunk beszélgetni. Egy érdekes hír kapcsán került újra a látókörünkbe Észak-Korea, ugye beszokállett szolgáltatni a kutyákat, ami egy picit ilyen muris hírnek tűnik, de azért, ha jobban megnézzük, Észak-Korea elég komoly gondokkal küzd, főleg gazdasági területen. De akkor itt át is adnám a szót, pontosan mi történik most Észak-Koreában, és miért mondják több szakértő is állítja, hogy akár egy ilyen nagyobb éhezés is bekövetkezhet a közeljövőben. Észak-Korea helyzetéről tudni kell, hogy jól lehet az észak-koreai rezsim tagadja azt, hogy a koronavírus válság olyan különösebben megütötte volna az országot. Minden jel arra utal, hogy ez mégiscsak megtörtént, hogy Észak-Koreában kialakult egy komolyabb járványhullám, amely összekapcsolódott az ország korábban is meglévő gazdasági válságával, amit a nukleáris fegyverkezése miatt elfogadott nemzetközi szankciók idéztek elő. Ugye Észak-Korea nagyon komoly hiányokkal küzd, és a koronavírus járvány ugye tulajdonképpen erre több lapáttal rátett. Végeredményben Észak-Korea arra kényszerült, hogy lezárja a Kínával fennálló határát. Azért tudni kell, hogy az észak-koreai viszonylatban nem azt jelenti, hogy innentől kezdve nincs lehetőség a mozgásra, csupán azt, hogy nagyon megdrágultak a dolgok. Ugye hírhetten korrupt rezsimről és fenntartóiról van szó, tehát jobban zsebbe kell nyúlni a határokon átlépő embereknek ahhoz, hogy lefizessék a határőröket. Ennek következtében nagyon sok termék, amit korábban a koreaiak lényegében Kínából csempésztek be, aztán árultak a piacaikon, komolyan megdrágult, és ennek megfelelően az észak-koreai életszínvonal bizony zuhanni látszik. Hogy mekkora lesz a gazdasági visszaesés, arra vonatkozóan hát nagyon eltérő becslések láttak napvilágot. Olyan 4%-os gazdasági visszaesés sem tartanak lehetetlennek dél-koreai források, és ezzel összekapcsolódóan a rezsim igyekszik valamilyen módon javítani a hangulatot, és azt az érzetet kelteni a koreai, észak-koreai népességben, hogy azért ez egy plebejus rendszer, és a gazdagok azért, akik az utóbbi évtizedben nagyon demonstratívan kezdtek el fogyasztani, nem is annyira gazdagok, és visszafogják a maguk fogyasztását, hogy a kutyáknak a beszolgáltatása, amit ön említett, ennek az egyik hangulatjavító lépése. Észak-Koreában nagyon sokáig nem volt divat a kutyatartás révén, hogy az emberek nem tudták a kutyákat etetni, örültek, hogyha a gyermekeiknek tudnak ételt tenni az asztalra. Ugye ez a gazdagságnak az egyik példája lett, a gazdagoknak a szokása a kutyatartás. Ugye a végeredményben Kim Jong-un rendszere ezért szolgáltattatja be a kutyákat, és igyekszik ezt a hangulatjavítást elvégezni. Miközben valóban ugye a gazdaságban válság van, és a társadalmon belül is ez elégedetlenséget szül. Igen. Mit lehet tudni egyébként az észak-koreai rendszerről? Sokat hallunk róluk nyilván, de talán nem vagyunk teljesen tisztában azzal, hogy ő náluk most az a kommunizmus, ami jelenleg hatalmon van, pontosan gazdaságilag mit jelent a gyakorlatban? Tehát ugyanúgy vannak beszolgáltatások, mint amit itt Magyarországon is azért az idősebbek még emlékeznek rá, vagy nagyon magas adórendszerrel próbálják megbeszedni a javakat. Hogyan működik ez Észak-Koreában? Az észak-koreai gazdaságról azt kell tudni, hogy alapvetően egy nagyon janoszarcú struktúra. Egyrészt hivatalosan fenntartják a hagyományos beszolgáltatás újraelosztás rendszerét, ami rendkívül szigorúan működött hosszú évtizedeken keresztül, Észak-Koreában működött a szocialista államok közül talán a legszigorúbban. És végeredményben egyfajta társadalmi egalitárius eszme alapján tartották ezt működésben, hogy mindenki termel és mindenkinek jusson. A probléma leginkább az volt, hogy a 90-es években, amikor hát Észak-Korea első gazdasági válsága kialakult, akkor nyilvánvalóvá vált az, hogy ezt a rendszert igazából nem lehet fenntartani a maga vegytiszta formájában, mert egyszerűen nem tudja ellátni a társadalmat. Ugye miért történt mindez? Mert Észak-Koreának azok a hagyományos támogatói, elsősorban a Szovjetunió, illetve a kelet-európai államok kiestek a képletből, ugye megtörténtek a rendszerváltások, megtörtént a
Szovjetunió összeomlása, és egyszerűen elfogyott a külföldi segély, és elfogytak a külföldi piacok. Innentől kezdve az észak-koreai rendszer szépen fokozatosan elkezdte elfogadni egyfajta párhuzamos gazdaságnak a kiépülését, ami már kapitalista elvek szerint működött. Kialakult egy fekete kereskedelmi hálózat az észak-koreai társadalmon belül, ami főként csempészárukon, illetve háztáin megtermelt árukon nyugodott, és amely lehetővé tette, ugye Csangmadangnak nevezett piacokon keresztül lehetővé tette a lakosság ellátását olyan cikkekkel, amelyeket az észak-koreai rezsim a hagyományos szocialista ellátórendszeren belül nem tudott nekik biztosítani. Ugye lényegében az elmúlt évtizedben, majdnem egy évtizedben Kim Jong-un hatalomra kerülésétől kezdve ezek a kvázi kapitalista tendenciák ezek erősödtek. Észak-Korea nem volt hajlandó olyan útra lépni, ami Kína vagy Vietnám útja volt, tehát az átfogó gazdasági reformok útjára, de hajlandó volt félrenézni annak érdekében, hogy a társadalom minél több tagja kielégíthesse a fogyasztási igényeit ilyen illegális forrásokon keresztül. Ugye, amit említettem, hogy a Kínából érkező csempész áruknak ebben hatalmas nagy szerepe van, és hát hatalmas nagy szerepe van annak az elitnek, annak a vagyoni elitnek, amely az elmúlt egy évtized, másfél évtized folyamán szépen lassan felnövekedett ebben az országban, és nagyon komoly pénzeket tud áldozni bizonyos luxuscikkekre. Ami azt eredményezte, hogy az észak-koreai társadalom nagyon látványosan ketté szakadt. Ugye lényegében lett egy olyan társadalom rész, ami ma is rendkívüli szegénységben, mondjuk európai összevetésben rendkívüli szegénységben él, időnként feketézéssel, különböző csempészkereskedelemmel próbálja ki egészíteni a jövedelmét, ott, ahol van a családnak olyan tagja, akinek van érzéke ilyesmihez. Másrésztről pedig létezik egy meglehetősen gazdag nomenklatúra elit, amely igen irídése méltó körülmények között él mondjuk észak-koreai összevetésben, modern otthonokban, kitűnő fogyasztási lehetőségekkel, és ez az elit az, amely fenntartja lényegében, támaszává válik a rendszernek. Ennek a struktúrának a fennmaradása azonban azt feltételezi, hogy a lakosságnak ezek a kis játékai, önellátó játékai ezek működni tudnak. Ugye ennek a lehetősége kopott meg, ennek a lehetősége kérdőjeleződött meg az elmúlt hónapok folyamán. Hogyan élnek Észak-Koreában a úgymond szegényebbek, ugye? Azt lehetett hallani, nem tudom, hogy ez igaz-e, hogy egyesek faleveleket, kérgeket, hasonlókat gyűjtenek, mert hogy annyira nincsen még élelemre sem. Ez alapvetően a 90-es évek nagy éhínségének idején volt igaz. Tehát akkor előfordult valóban, hogy az emberek szinte állatként a természetben talált különböző élelem céljára felhasználható dolgokat gyűjtötték össze, különösen vidéken. Csak tudni kell azt, hogy egyrészt az éhínség, ez egy lokális jelenség Észak-Koreában, főleg bizonyos északi vidéki térségeket érint. Másrészt pedig alapvetően nagy mértékben függ a mezőgazdasági termelés ciklusaitól. Most, hát ugye nem vagyok az észak-koreai mezőgazdaságnak a kutatója, de amennyire én hallom, most egy kicsikét jobbak voltak a termés eredmények, úgyhogy ez a típusú éhínség, ez visszaszorult, kevésbé van napirenden. De összességében valóban az észak-koreai vidéki szegény csoportok, azok alapvetően egyik napról a másikra tengették életüket nagyon hosszú időn keresztül, ugye jelentős részben még napjainkban is, és a minimális ellátásukra tudnak igazából csak valamiféle lehetőséget találni. Ugye ezeknek a Csangmadang piacoknak ebben a tekintetben is nagyon nagy szerepük van, hiszen élelmiszer más, az ország más területein megtermelt többlet élelmiszer is itt gazdára talál. Ugye végeredményben a lakosságnak a élelmezésében ez is sikerül, ez is egy bizonyos eredményt tudott mutatni, nivellációt ért el, és lényegében vállalkozások épültek Észak-Koreában, ilyen házi vállalkozások arra, hogy élelmiszereket állítsanak elő, és szállítsák azokba a térségekbe, ahol kevesebb élelem van, és szegényebben élnek az emberek, hogy ott aztán különböző egyéb termékekre cseréljék el, vagy el tudják adni nekik. Mit lehet tudni a vírus terjedéséről? Ugye sokáig azt nyilatkozta Észak-Korea, azt mutatta kifelé, hogy náluk nem jelent meg a vírus, náluk ez nem probléma. Aztán azért lehetett hallani arról, hogy mégis csak találtak fertőzöttet, de úgy tudom, arról is azt mondták, hogy kívülről szökött be, vagy valami ilyesmi. Mit lehet tudni most, és mennyire lehet hinni azoknak a számoknak, amelyeket ők közölnek? A helyzet az, hogy erről igazán bizonyítható, hitelt érdemlő információ nem áll rendelkezésünkre.
Azt meglehetősen nagy valószínűséggel állították, hogy elsősorban hírszerzési adatokra támaszkodva, illetve műholdas megfigyelésekre támaszkodva, hogy a rendszer nagy erőfeszítéseket tesz bizonyos térségekben az emberek mozgásának a korlátozására, ami legalábbis arra enged következtetni, hogy karantén intézkedéseket léptettek életbe. És általában az a meggyőződés alakult ki a térséggel foglalkozó szakértők körében, hogy Észak-Koreában bizony jelen van a koronavírus válság, és tavasszal, illetve koranyáron nagyon jelentős súlyos válság alakult ki, súlyos járványhelyzet, amit nyár végére többé-kevésbé valamelyest sikerült kordába kényszeríteni, és a probléma már mint ott kicsit kisebb lenne. De az roppant feltűnő volt egyébként, hogy bárhol Kim Jong-un a vezér megjelent, ő rajta azért alapvetően nem volt szájmasz, de a környezetének tagjain igen. És láthatóan nagyon komolyan óvták az elit tagjait attól, hogy ne találtan a koronavírus megfertőzze őket. Ha nincs jelen a járvány, nyilván erre egyrészt nem lett volna szükség. Másrészt pedig az északi rezsim is igyekszik a koronavírus, mint problémát egyfajta külföldi hatásként feltüntetni. Ugye itt is az a felfogás, hogy ezek a problémák mind külföldről érkeznek, és valóban, ahogy ön is említette, az első eset, amit félig meddig beismertek, és ugye Kesongot lényegében karantén alá helyezték, azt egy külföldről hazaszökött észak-koreai megfertőződésének tudták, de bár még ezt sem teljesen erősítették meg, mégis egy komplett nagyváros került karanténba, nyilvánvalóan az ott kialakult járványhelyzet megfékezése érdekében. Konkrét számokat nem lehet tudni, és mivel alapvetően minden tagadnak, ezért nincs is miben hinni. Ugye évtizedek óta Kim Jong-un volt az első olyan észak-koreai vezető, aki találkozott például akár az USA aktuális vezetőjével, illetve nyugati típusú vezetővel. Ennyi idő távlatából nyert ebből valamit az ország, a polgárok, vagy akár a diktátor? Alapvetően Kim Jong-un személyesen nyert annyit, hogy saját politikai tekintélyét sikerült megerősítenie Észak-Koreában, hiszen ő volt az első olyan észak-koreai vezető, akinek sikerült ültetni az Egyesült Államok elnökét egy tárgyalóasztalhoz, hivatalban lévő amerikai elnököt. A hátteréhez tartozik a történetnek, hogy van már egy nukleáris elrettentő képessége Észak-Koreának. Ennek pontos méretei nem ismertek, de mindenféleképpen a rezsim biztonságérzete szempontjából ez egy nagyon fontos tényező. Az észak-koreai rendszer ebből a szempontból is az elmúlt néhány év folyamatain profitált. Összességében véve azonban az elmúlt évben nyilvánvalóvá vált, hogy az amerikaiakat, az északiaknak nem sikerül belekényszeríteni egy olyan alkuba, amely lehetővé tenné számukra a nukleáris eszközrendszer megőrzését, ugyanakkor a nemzetközi szankciók feloldását is ígérni az észak-koreai gazdaság számára. Az amerikaiak jó indulatú mosolyjal visszavonultak, közölték, hogy Észak-Korea a tér felén pattog a labda, azóta pedig nincsen érdemi előrelépés. Az észak-koreai gazdaság tehát és az észak-koreai társadalom nem tudott hosszú távon profitálni ebből a helyzetből. Az elmúlt hónapokban kialakult kisebb válságok Észak-Koreában, a generált válságok például Dél-Koreával szemben. Nagyrészt egyébként szakértői vélemények szerint azt a célkitűzést szolgálják, hogy valamilyen módon újra lendítsék ezeket a tárgyalásokat, újraindítsák, és az amerikaiakat újra tárgyalóasztalhoz kényszerítsék. Erre egyelőre nincsen esélyük, és valószínű, hogy az elnök választásig nem is lesz. Az utóbbi időben olyan hírek is felrebbentek, hogy Kim Huga komoly vezetői szerepet kapott. Ennek mi lehet az oka? És volt már egyáltalán erre precedens, vagy akár hasonlóra, hogy a család bármely más tagja, akár egy női tagja befolyást szerezzen a vezetésben? Informális befolyása volt példa, ugye magának Kim Jong-unnek az édesanyja is jelentős játékos volt, háttérjátékos és informális befolyásra tett szert. Elsősorban az akkori vezető, ugye Kim Jong-un édesapja Kim Jong-il döntései felett, de összességében véve hivatalosan az állam vezetőjeként nem jött számításban ő. Ugye ennek elsősorban két oka van, az egyik az, hogy rendelkezésre álltak fiú utódok ugye a Kim dinasztián belül, és ez az ő szempontjukból roppant szerencsés volt, mert hogy ez vezet a másik okhoz, hogy alapvetően az észak-koreai társadalom egy konfuciánus eszmék alapján szerveződő társadalom, hiába hangoztatják a kommunizmust. És ugye itt a nőknek a vezető pozíciója azért egy nehezen biztosítható valami, hiszen általában a konfuciánus társadalmak az idősebb, családfőként szereplő, tekintélyesebb férfiak vezetésén nyugszanak, ugye őket tekintik természetes vezetőknek a közösségen belül, és bizony a Kim dinasztia is alapvetően erre a konfuciánus eszmére épített, és lényegében
ezt a nagyon sajátságos dinasztikus hatalmat férfiágon örökítette tovább. De Kim Il-jong speciális szerepét alapvetően az biztosítja, hogy ő, ha úgy tetszik, Kim Jong-unnek a kijáró embere. Tehát bizonyos helyzetekben ő az, aki konfrontálódik. Például a már említett Dél-Koreával kielesedő viszony esetében. És ő az, aki eljátsza a rosszabb szerepet, de összességében véve az, hogy ő neki valamiféle komolyabb vezetői ambíciói lehetnének, ez jelen pillanatban még puszta spekuláció, nagyon komoly akadályok állnának ennek az útjában. Illetve maga ez a szerep némi veszéllyel is jár, nem? Hiszen lehetett olyan híreket is olvasni, hogy a vezető nem kímélve akár családtagokat, vezetőket kivégeztek sok-sok embert. Így van, de főként olyan személyekről volt szó, akik magasrangú pártkáderként és idősebb férfiként végeredményben a fejére nőhettek volna Kim Jong-unnek politikai értem. Ugye akár Chang Song-tekről, a nagybácsiról beszélünk, akár más vezető funkcionáriusokról. Míg magát Kim Il-jongot lényegében ő maga emelte abba a pozícióból jelenleg van. Ugye lényegében a külföldi belkoreai viszonyokért és a külföldi propaganda tevékenységért felelős igazgató helyettese ő lényegében a pártnak. Tehát lényegében úgy tűnik, hogy ez a különleges pozíciója, ez nagymértében Kim Jong-un személyétől függ. És hát amennyire biztonságban lehet valaki a hatalmon belül, abban a mértékben Kim Jong-un is biztonságban van egyelőre a Hugicától. És ha már külföld, akkor ugye azt is lehetett hallani, hogy Észak-Korea felrobbantotta azt az épületet, amit eddig Dél-Koreával közösen használtak, ugye ez a Kaesong-i eset. Mit lehet erről tudni bővebben? Folyik még, ugye úgy tudom, ezen a településen azért volt egy együttműködés, egy közös munka a két Korea között. Most ez teljesen megszakadt, vagy itt most mi a helyzet? Igen, a Kaesong ipari park volt az első olyan jelentős közös vállalkozás Észak és Dél-Korea között, ahol a gazdasági együttműködésnek egy magasabb szintjét igyekeztek megvalósítani. Egyúttal bizonyos bevételekhez, külső bevételekhez juttatni az észak-koreai rezsimet is. Ugye ez a bizonyos Kaesong-i összekötő iroda, ez az enyhülés szellemében jött létre, hogy a Moon Jae-in dél-koreai elnök és Kim Jong-un északi diktátor tárgyalásainak eredményeképpen az elmúlt években itt lezajlott egy jelentős közeledés Észak és Dél-Korea között, amire a jelenlegi dél-koreai kormányzat nagyon nagy mértékben alapozott. Ugye a Kaesong-i összekötő irodának a felrobbantása egy meglehetősen látványos, ha úgy tetszik, brutális lépés volt. Ugye Kim Il-jong, az említett Kim Il-jong volt ennek a levezénylője. Ugye lényegében a dolog hátteréhez az általam említett befagyott nyugati tárgyalások tartoznak hozzá. Ugye az a szakértői konszenzus, hogy Észak-Korea ezzel a lépéssel igyekszik egy olyan korlátozott válságot, ellenőrzés alatt tartható válságot előidézni Észak és Dél között, amellyel újra valahogy rábírhatja a regionális partnereket arra, hogy tárgyalóasztal az üljenek vele, és esetleg bizonyos gazdasági engedményeket tegyenek egyrésztről. Másrészt, hogy egy válság közepette a rezsim a saját erejét, a saját határozottságát igyekszik ezáltal demonstrálni, nagyon kemény szavakkal illették a dél-koreai kormányt, és egyúttal a belső közönségnek, a belső közvéleménynek is üzentek, figyelünk, nem hagyjuk figyelmen kívül népünk ellenségeit, és továbbra is erősek és cselekvőképesek vagyunk. Jelen pillanatban ez az elsődleges üzenet, amit igyekeznek sugallni, más típusú stratégia részükről egyelőre nem látszik. Hogyha ezek a gazdasági problémák, amelyek felütötték a fejüket, nem sikerül megoldani úgymond országon belül, akkor kitől számíthatnak segítségre az észak-koreaiak? Ugye Észak-Korea gazdaságának az elsődleges külső támasza a Kínai Népköztársaság már meglehetősen hosszú ideje. Az észak-koreai külkereskedelem hozzávetőlegesen 91%-a zajlott Kínával már az utóbbi években. Valamint Oroszország is bizonyos mértékű támogatást azért nyújt az északi rezsimnek. Ez az a két ország, amelynek hát rizikóvállalásától, esetleg anyagi tehervállalási hajlandóságától nagy mértékben függ az északi a gazdasági túlélése, amennyiben a szankciók fennmaradnak és nem sikerül engedményeket elérni. Én azt gondolom, hogy elsősorban a kínai politika lesz ennek a kulcsa, a kínaiak számára pedig alapvető stratégiai érdek az, hogy Észak-Korea működőképes maradjon és fennmaradjon. Érzésem szerint tehát meg fogják találni a módját annak, hogy támogassák anyagilag az északi rezsimet. Legalább addig,
ami a fennmaradásához és a társadalom minimális megélhetéséhez, az eddigi színvonal megélhetéséhez szükséges. Én ebben látom a dolognak a kulcsát. A nukleáris ereje miatt Észak-Korea jelent bármilyen fenyegetést, úgymond a nyugati világra? Tehát akár geopolitikai szempontból mekkora tényező most Észak-Korea? Észak-Korea rendelkezik az ismert atomhatalmak közül a legkisebb arzenállal. Ez olyan hozzávetőlegesen a 30 darab bevethető állapotú atomfegyvert jelenthet maximum. De hozzá kell tenni azonnal, hogy ellenben a bevetési képességek tekintetében, ugye főleg az interkontinentális ballisztikus rakéták fejlesztése tekintetében hatalmas előrelépést értek el. Ugye 2017 óta rendelkeznek interkontinentális ballisztikus rakétával bizonyítottan, amely az Egyesült Államoknak bizonyos területeit is már elérheti. Ezzel lényegében az északi nukleáris fenyegetés az Egyesült Államokkal szemben kapott bizonyos hitelt, de tudni kell azonnal, hogy ennek az eszköznek a politikai eszköz jellege azért Észak-Koreában is tény. Az elsődleges politikai cél pedig a rezsim biztonságának a szavatolása. Észak-Korea önmagában veszélyt pusztán azért, mert atomfegyverrel rendelkezik, nem jelent, mindaddig, amíg a rezsim úgy érzi, hogy nem kívánják őt külső erővel megsemmisíteni. Az észak-koreai atomfegyver ennek a külső erővel való beavatkozásnak az elrettentését szolgálja. Én úgy látom, hogy az amerikaiak vették ezt az üzenetet, és egyáltalán nem gondolkodnak már ilyen típusú beavatkozáson. Ám tény, ami tény, a gazdasági szankciókkal szemben ugye ez a nukleáris arzenál meglehetősen korlátozottan alkalmazható, és arra meggyőződésre jutottak Washingtonban, hogy a gazdasági eszközök is elegendőek lesznek ennek a pénzügyi kultúra, gazdasági fejlődésre rendkívül nyitott és fogékony fiatal vezetőnek, Kim Jong-unnek a tárgyalása, bírására, és a katonai beavatkozás az egyre kevésbé van benne a pakliban. Ilyen vonatkozásban az észak-koreai atomfegyver a politikai funkcióját, ha úgy tetszik, be tudja tölteni, de önmagában komoly fenyegetés, katonai jellegű fenyegetést a térségre nézve nem jelent. Időnként hát kellemetlen helyzetbe hozza például a japánokat, akik fölött a rakétatesztjeiket rendszeresen végrehajtják az észak-koreaiak. Hát ez hozzátartozik azokhoz a stratégiákhoz, amiről már említést tettem, hogy a bizonyos korlátozott válságok előidézésének a törekvéséről beszélünk. Nagyon köszönöm ezt az informatív beszélgetést dr. Háda Bélával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársával beszélgettünk az elmúlt percekben. További szép napot kívánok! További szép napot, én is köszönöm szépen!